Az újabb vegetáriánus étel, karfiol, megfőzöm. Persze ezt megint a saját fantáziám szerint történik. Nem receptből csinálom. És hozzá rizs lesz, barna rizs persze. Úgy csinálom, ahogy megboldogult Katikám csinálta, hogy először megpörkölöm a rizs, úgy mint a tarhonyát, egy kis olajon, természetesen olívaolajon. Aláöntöm, és úgy hagyom megpuhulni. Megfő a karfiol, szétdarabolom, beteszem egy kis jénaitába, be fogom sütni. Csinálok alá egy kis mártást, ugye megint besűrítem keményítővel, ez is kukoricalisztből készült, ahogy múltkor mondtam. Nem kaptam sajnos lent kukoricalisztet, ez sokkal drágább, de hát ezt is megteszi mostan. Beleteszek egy kis diót, tejföl helyett, vagy inkább joghurt helyett, mert ilyenkor joghurtot, fehér natúr joghurtot szoktam használni. Most nincs otthon, tehát megteszi egy kis mizó tej, egy chili, és még mindig megmaradt nekem egy thai pikáns mártás, ezt belekeverem a mártásba, hogy hát olyan különlegesebb, jobb finom íze legyen az egésznek. A karfiol be fogom sütni, ahogy mondtam, összekeverem a mártást a tojással, besütöm hénaitálba, és akkor hozzá már is lesz, egy kicsit most hagyom forni, és akkor letakarom, hogy puhuljon, pincs lesz biztos. Szóval összekevertem a karfiolt, a tojással, a mártásokkal, mindennel együtt, és leöntöttem a megfőtt karfiolt, és akkor most beteszem a sütőbe. Íme a sütő, hát ez kb. 190 fokra van állítva, és most beteszem sütni. Beteszem sütni a karfiolt. Hát remélhetőleg, hát kb. 45 perc múlva kész lesz, remélem. Mert nem csak a holnapi ebédem, de a holnapi 10 óraim, hát körülbelül. No. Én 8-kor szoktam enni munkába is, meglátjuk. És íme a végeredmény. Hát jó étvágyat. Ugyan.